ahhoz, hogy tudjak egy olyan párkapcsolatban lenni, szükségem van arra, hogy a legnehezebb helyzetekben is tudjam a pozitívumot meglátni. De most megint, ez nem egyenlő az optimizmussal, és nem egyenlő a pozitív életszemlélettel. Mi az, hogy optimizmus? Az optimizmus a realitásvesztés egy gusztusos formája. A pozitív életszemlélet egyetlen megküzdési stratégia túlterjeszkedése. Egyáltalán nem szükséges optimista szemlélettel élni. Tudod, most olyanokat mondok ma, ez nagyon... Amikor én, hát nem én, hát te, tehát csak úgy mondom, tehát, hogy amikor mink rájövünk arra, hogy a legnehezebb élethelyzetben milyen kincsek vagy értékek rejlenek, akkor nem optimisták vagyunk, hanem reálisak. Az a realitás, hogy van egy nagyon nehéz élethelyzet, és van benne valami kincs is. Van benne valami misztérium is. Van egy rettenetes fájdalom, és ez valamiképpen az életemet tudja szolgálni. Nem optimistának kell lenni, meg pozitív életszemlélettel élni. Ezzel rengeteg kárt okozunk magunknak. Minél optimistább valaki, annál irreálisabb is. És a pozitív életszemlélet nagyon egyszerűen egy indirekt megküzdési stratégia. És van megküzdési stratégiából 9. Hát, tudjátok, emberek például egészen lehetetlen helyzeteken se változtatnak, mert nagyon optimisták, és nagyon meg tudják benne látni a pozitívat. Nagyon. Ők nagyon. Érthető lett? És tudjátok, látok barátaimat, paptársaimat, és rengeteg embert látok. És ő az egész spirituális arzenált működteti ahhoz, hogy bent maradjon egy lehetetlen hülye helyzetben, ahonnan el kéne jönnie így. Nem, ő már a mennyei atya kegyelmét kéri, a Szentlélek összes ajándékát próbálja valahogy mozgósítani, azért, hogy egy lehetetlen helyzetet is tudjon még képes legyen. Kakuk. Ezt nem tudom jobban elmondani. Embereket látok teljesen értelmetlenül szenvedni. Értelmetlenül szenved. Ha-ho! Drágám, az életben mindenképp van szenvedés is. Úgy se tudod kikerülni. Hát akkor ezt most minek? Azért, hogy amikor majd úgy is kell szenvedni, már ne legyen ismeretlen. Most edzek. Jól van. Na jó. Nyolc. Képes